27. alkalommal szerveztek közös programot a Kürt elnevezésű települések képviselői. A Kürt községek nemzetközi találkozóját ezúttal Szlovákiában az érsekújvári járásbeli Kürtön tartották, ahol sportprogramok, koncertek, kulturális rendezvények várták az érdeklődőket. Felvidéki és magyarországi települések kulturális csoportjai szórakoztatták a közönséget a szlovákiai Kürtön. Csallóközkürt, Hidaskürt, Kürt, Helyőkürt, Tiszakürt és Erdőkürt képviselői 27. alkalommal találkoztak egymással amiatt, mert mindegyik nevében szerepel a Kürt kifejezés. Szívesen veszek részt ezeken a kürti találkozókon. Igaz, hogy nagyon sok ember érkezik hozzánk, és ez a sok embert mindenkit el kell látnunk, ugyanúgy főzni, szállást adni, és gondoskodni a sportolókról is. De nagyon jó érzés, főleg most a 2 év után. A települések 1994 óta tartják a kapcsolatot. Először csak a felvidéki községek találkoztak egymással, majd a magyarországiak is csatlakoztak. Később testvértelepülési szerződést is kötöttek. Nem a politikán van a hangsúly. A hangsúly az embereknek a kapcsolat. Van. Tehát itten már olyan kapcsolatok történtek, akik 10 éve fociznak együtt, vagy éppen a kultúrműsorban már 20 éve lépnek föl együtt, úgyhogy mindenki ismeri egymást, barátságot köttetnek. A találkozót 2 év járvány miatti kihagyás után szervezték újra. A cél, hogy a kapcsolatokon túl a települések profitálni is tudjanak az együttműködésből. 6 évente kötünk egy újabb 6 évre szóló megállapodást, amely nem csak a kulturális és a sport területén, de maga a vállalkozás, a természetvédelemtől kezdve gazdaságfejlesztés, oktatás, minden téren kitérünk ebben a megállapodásban, és például Erdőkürt nem régiben fejezett be egy közös projektet Csallóközkürttel. A községek célja a továbbiakban az is, hogy a település és turizmus fejlesztés területén is segítsék egymást, és lehetőséghez juttassák egymás kézműves mestereit.